Karinti gyerekként fölnőni az egyrészt volt nagyon könnyű és élvezetes, hiszen például minden színházba ingyen beengedett a nézőtéri felügyelő, mert ismerték, hogy vagyok. Ez nekem nagy segítség volt, hiszen a pályámat ott alapoztam meg ezekben az előadásokban. Könnyű volt az, hogy nem kellett bemutatkozni, hiszen mindenki ismert. Egyszer emlékszem, egy bácsi az utcán megszólított, hogy jaj, kisfiú, hát ismerlek téged, neked nagyon jó vezetékneved van, most már csak egy jó keresztnevet kell hozzá csinálni. Hát mondjuk erről szól az élet, hogy azóta is megpróbálom a keresztnevet hozzá megcsinálni. De vicc nélkül viszont voltak azért ennek nehéz stációi is, hiszen nagyon nagy volt a kísértés arra, hogy összehasonlítsák az embert a felmenőivel, és engem most már nem is csak egy felmenővel, hanem kettővel. Sőt, kicsit büszkén hozzáteszem, mióta az Ördöggöcsöt megírtam, kicsit hárommal, mert a Gábort is hozzáveszik, a nagybátyámat, akiről az Ördöggörcs szól. Ő egy kicsit nem annyira a fényben, hanem az árnyékban élő, szintén nagyon nagy tehetségű tagja volt a családnak. Úgyhogy ez a Karinti örökség, amivel most már idestova, hát még nem egy százada, de nem, majdnem megközelítőleg sok-sok évtizede kell szembesülnöm, ez jót is, rosszat is adott. A végeredmény azonban mindenképpen pozitív, hogy nagyon magasra lett éve a mérce a családban, és az ember egyebet se tesz, mint igyekszik ezt a mércét megugorni, és lehetőleg nem alatta átbújni, mert akkor az csak a megúszásról szól. A főiskolai osztálytársaim is elég sokat cukkoltak ezzel, hogy hát neked könnyű, neked megvan a neved, biztos a legjobb helyre kerülsz. Éppként a második könyvben pont erről szól a Vihar kapuja, tehát ezekkel a szembesítésekkel. És most már talán odáig is eljutottunk, hogy talán valami pici hozadék, ott már én is hozzátettem ehhez a családi panteonhoz, és hát ez még csak persze csak dőre reménység, de hát merem remélni, hogy most már a Karinti Színház léte az egy picit engem is elhelyez ebbe a panteonba, de nem kell ezt az örökséget szégyelni, hiszem ez egy nagyon jó örökség, hiszen tulajdonképpen a karintiság az picit az európaiság, a polgárság, a magyarság, tehát mindez együtt. Nagyon fontos dolog az, hogy Karinti Figyest, akit általában humoristaként szoktak elkönyvelni, és jókat röhögnek a bemondásain, az a mélyén nem humorista, hanem egy bölcs filozófus, aki a humor csak arra használja föl, hogy a legfontosabb dolgokat az életbe eldadogja, hogy ő maga is írja verseiben, és mindig egy prófétával állunk szembe, aki az emberiségért, a magyarságért, magáért, az emberért, akár bibliai értelemben is fölveszi a keresztjét, tehát hordozza. És én ezt a Karinti Frigyest is nagyon fontosnak tartom, és ahol lehet, felhívom a figyelmet rá, hogy ne csak a viccel a bácsit és a röhögős, a nevető bölcset ismerjék, hanem azt a másik Karintit is, aki a mélyén van. Petőfi Zoltánka és Arany Lacika országában élünk, ahol nem mindenkinek sikerül, bár Arany László óriási nagy életművet hagyott hátra, és mindig megkönnyezem az ő sorsát, hiszen csodálatos a Hübele Balázs, ugye a híres regénye, és hát a néprajzkutatásai és egyéb tudományos ember volt. Na de hát Arany János volt az apja, tehát csinálhatott bármit, mindig ahhoz hasonlították, óriási, kimagasló zsenihez. Aztán ott van Petőfi Zoltánka, ugye szegény, aki szintén nagyon fiatalon apja szellemi nyomasztó árnyékában pusztult el, és nem tudott kibontakozni. És hát a Bartók gyerekek, és hát nagyon-nagyon sok példát mondhatnánk. Tehát tényleg könnyű elveszni egy ilyen név habjai alatt. Hát én úgy gondolom, hogy szívós munkával megpróbáltam ezek alól a habok alól kidugni a fejemet, és nem megtagadva az örökséget, de valamit hozzátéve szerény, a magam szerény módján, hát zsenikkel persze nem lehet versenyezni, de talán mégis sikerült elszámolnom ezzel az örökséggel, vagy legalábbis folyamatában vagyok az elszámolásnak, úgyhogy talán nem kell szégyenkezni. Először nem mertem kérni, hogy Karinti Színház, akkor még Hököm Színpad volt a neve,
bár az is Karinthy Frigyesi találmány, ugye az ő dráma kötetének a címe, hogy Hökköm Színház, de akkor még jobb volt egy kicsit, jobb a békesség alapon, nehogy valami botrány legyen, vagy balhé körülötte, hiszen volt is, és aztán szépen azok elültek, és 88-tól mióta állandó helyszínen vagyunk, merem kiírni, hogy Karinthy Színház, és akkor sokan megkérdezik, hogy ez most melyik Karinthy, és akkor azt mondom, hogy ez minden Karinthy, ez a Karinthyság színháza, és egyrészt megpróbálom itt a felmenőimnek a szellemi örökségét műsoron tartani, hogy úgy mondjam, hiszen gyakorlatilag Karinthy Frigyesnek és apámnak, Karinthy Ferencnek összes darabját eljátszottuk már, csak a egész különleges kísérleti műveiket kell vagyok még adós, de majd egyszer arra is sor kerül. Másrészt a legnagyobb örömöm az, hogy a színházban nagyon sokszor azt hallom, hogy hát megyek a Karinthyba. Tehát tulajdonképpen becéző szó lett belőle, ahogy megyek a Katona Józsefbe, vagy megyek a Radnótiba, és ez már én is vagyok, tehát ez a család együtt, a Karinthy Színház. Szerencsés vagyok, mert a mindenkori tananyagban benne van az irodalmi paródia címszó alatt az ígírtok, és sőt, talán a tanárul kérem is, úgyhogy ezek úgy megvannak, ilyen szempontból rendben vagyunk, de hogy aztán mi az egész karintiság értelme, hát azt mind minden író esetében egy életen át szerintem tanulni kell, és érdemes vele foglalkozni. Volt egy nagyon nagyszerű tanárom, aki emlékszem egyszer bejött a középiskolába, és Kosztolányiról volt szó. Nem esik messze a család a Karinthy családtól, viszont a legjobb barátja volt apám, nagyapámnak, Karinthynak, Kosztolányi Dezső. És hát azt mondta egy Kosztolányi novelláról, hogy gyerekek, ez az a szerző, akit életetek során minden sorát el kell olvasni. Tehát valahogy ez így megmaradt, és úgy gondolom, hogy a nagyírókkal így vagyunk, hogy valamilyen formában az életünk során találkozni kell az ő legfőbb gondolataival, és úgy érzem, hogy a karintiaknál ez megvan, hiszen akár a Facebookot is tulajdonképp Karinthy Frigyestől eredeztetik, van neki a Láncemek című novellája, ahol bebizonyítja, hogy öt kapcsolaton át bármilyen két embert a világon össze lehet kapcsolni. Ez az a gondolat, mint zseniális gondolat, tőle ered, és ezt a Facebook alapítók is ismerik, tehát gyakorlatilag ő az alapító apja. Szellemi útra való nélkül olyanok vagyunk, mint a mesében a vándorlegény hamuba sült pogácsa nélkül. Hát úgy gondolom, hogy a szellemi hamuba sült pogácsát ugyanúgy vinnünk kell. Nem csak éttellel él az ember, hanem szellemi éttellel is, és hát a magyar irodalom és a magyar tudomány tele van óriási nagy zsenikkel és gondolatok tárházával, hát ezeket kell továbbadnunk, hiszen ettől folytatódunk mi is, a magyarságunk is, az emberségünk is, az európaiságunk is, ezek a legfontosabb dolgok, és hát talán ha a Karinthy család bizonyos értelemben vagy nagyságrendileg hozzá tudott ehhez adni, akkor már büszke vagyok, hogy ebbe a családban én is labdába rúghatok.